asszonyt. Nagy öröm, amikor ilyen szép körben összejövünk, és a sport iránt elkötelezett emberek találkozhatnak itt Szolnokon. A Szalay elnök úr arról beszélt, hogy az ökölvívás milyen erővel bír. Én azt hiszem, hogy amikor a küzdeni tudást fölmerjük magunkban, akkor külön nagy esélyt kap arra minden gyermek, minden ember, ez néha valóban elmegy, sajátos, de nem baj. Mégpedig a hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatal emberek számára kell igazán fölvértezni azzal a tudással őket, hogy az élet nehézségein túl jussanak. Egy állam célja, egy kormányzat célja mi lehet? Örökérvényű tanúság, amióta a történelmet figyeljük, hogy azok a jól működő államok, ahol az emberek boldogságáról, biztonságáról, békéjéről igyekeznek gondoskodni a politikusok. Ezt úgy lehet többek között elérni, hogy egészséges társadalmat építünk föl. Egészséges nemzedékek nőjenek föl. Nem csak testileg, nem csak lelkileg, hanem értékrendben is, szemléletmódban is egészséges társadalmat építsünk. Egy egészséges társadalom odafigyel egymásra, fölismeri a bajokat, a gondokat, és igyekszik ezeket orvosolni. Esélyt ad mindenkinek, származásra, fajra, nemre való tekintet nélkül. A sport egy olyan varázseszköz, egy olyan lehetőség, amellyel mindenki számára megadatik a lehetőség arra, hogy felzárkózzon, megmutassa önmagát, megismerje önmagát és megmutassa önmagát. A küzdősportok pedig kifejezetten alkalmasak arra, hogy a saját gyengeségünket minél mélyebben, minél szélesebb körben megismerjük és leküzdjük őket. Én magam jó néhány évig karatéztam, 20 éve kungfuztam, tehát egy kicsit közel áll hozzám az ökölvívás ebből a szempontból, mint harcművészet, mint küzdősport. És tudom azt, amikor annak idején lementem egy terembe edzeni, és mondták, hogy igen, a harcművészetek, a küzdősportok arra valók, hogy leküzdjük saját magunkat. Akkor nem értettem, hogy miről szól ez. Nem saját magunkat kell leküzdenünk, saját gyengeségeinket kell leküzdenünk. És a küzdősportok alkalmasak arra, hogy kiváló ismereteket szerezzünk saját képességeinkről. És ha lehet, akkor az erősségeinket, a jó oldalunkat erősítsük föl a sporton keresztül is. És ezen keresztül egyébként önbecsülést is tudunk magunknak szerezni, és az önbecsülés pedig azért kell, mert ezen a hosszú úton, ahogyan haladunk előre a korral, úgy vagyunk és leszünk képesek másokat is elismerni, megbecsülni, odafigyelni, ahogy egy egészséges társadalomban erre szükség van. Úgyhogy szeretnék gratulálni az iskola igazgatójának, az országos roma önkormányzatnak, polgármester úrnak, a Deutsche elnök úrnak, az MTK elnökének, az Ökövő Szövetség elnökének, hogy ebben a programban együttműködő partnerek a kormányzattal. Szeretném még röviden azt elmondani, én is 3 percet kaptam, most járok 1,5 percnél, hogy kicsit az időérzéken, nem még 1 perc, jó rendben, hogy kiemelt sportágakat támogat a kormányzat. Az ökölvívás ezen sportágak közé tartozik. Pont azért, mert olyan adottságokat ad, olyan jellemformáló ereje van, amellyel számolnunk kell. És nyilván olyan eredményeink is vannak a múltból, amelyek arra predesztinálják az ökölvívást, hogy kiemelt sportág legyen. Ez anyagi támogatásban is megmutatkozik és meg fog mutatkozni. Jövő héten a kormányülés tárgyalja, vagy a kormányülésen tárgyalják a kiemelt sportágak rendkívüli támogatását. Ennek köszönhetően július 1-től reményeink szerint a tényleges források is megérkeznek a különböző szövetségekhez, és többek között az Ökövő Szövetséghez is. Én bízom benne, hogy itt Szolnokon is az ökölvívás fellegvára fog felépülni. Jók a gyökerek, jók az adottságok, és én remélem, hogy az iskola jó bázist teremt arra, hogy a társadalmi felzárkózást elősegítse a jövőben is, olyan szakmát adjon még a sport mellett, mint hogy eddig is tette a fiatal itt tanuló gyermekek számára, hogy az életben megállják a helyüket minél jobban, minél keményebben, határozottabban, ahogy az ökölvívók is a ringben megállják ezt. És természetesen most nem akarok ünneprontó lenni, én Dajs Tamás elnök urat arra kértem föl, hogy Klitschko fog érkezni hamarosan, és akkor a ringben majd be kell állni egy kis rövid bemutató mérkőzésre, és aztán Kortai Misi is beáll, nyilván mondom. De csak bírom. No hát mindenkinek sok sikert és jó sportolást, jó tanulást. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek a